a felvett elektromos jelekből a hozzáértő szakember meg tudja mondani, hogy a látó idegnek, vagy a látó pályarendszernek van-e hibája. Épp a látó idegeket vizsgálják a Szekszádi Kórház neurológiai osztályán. Ez az a vizsgálat, ami segít a szakorvosoknak megállapítani a páciensről, szklerózis multiplexben szenved-e. A központi idegrendszer gyulladásos, autoimmun megbetegedése jellemzően 20 és 40 éves kor között, és igen szerteágazó tünetekkel jár együtt. Érintheti a látópályát, a látóideget ezen belül, de nyilván bármelyik oldali szem ideget. A központi idegrendszer bármely részét, tehát lehetnek esetlegesen érzészavarral, bénulással járó tünetek, és sajnos a gerincvelőt is, ami szintén bénulásos jelekkel, illetőleg a esetleges székletvizelet irányítási zavarával is társulhat. Jelenleg nem lehet gyógyítani a betegséget, mivel azt sem tudják, mi váltja ki azt. Csak gyulladáscsökkentő vagy betegségmódosító terápiák érhetőek el, amivel lehet javítani a betegek közérzetén, illetve ezekkel elérhető, hogy ne rosszabbodjon tovább az állapotuk. Ez egy idegsejt elhalással járó betegség, és ugye jelenleg sehol a világon olyan terápia, ami ezen sejtek, elhalt sejtek működését helyre tudná állítani, nincsen. Azoknak a sejteknek a megmentésére törekszünk, amelyek a gyulladás által érintettek ugyan, de még nem véglegesen károsodtak. Világszerte nagyjából 2,5 millióra. Magyarországon 8000 körülire tehető a szklerózis multiplexes betegek száma. Tolna megyében közel 200 ilyen betegségben szenvedő pacienst lát el a kórház. Számukra a legkorszerűbb gyógyszeres terápiákhoz való hozzáférést az úgynevezett SM-centrumok biztosítják, ami 1995 óta a Tolna megyei Balassa János kórházban is működik.